Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt lássuk a mai tartalmat. 3,1 milliárd forinttal segíti az almatermelőket a kormány, nem vár Brüsszelre. Ezt szeptember 16-án jelentette be a földművelésügyi szaktárca. Támogatják az almasürítmény és az étkezési alma tárolását, a tárolókapacitás bővítését és az eladási árat is kompenzálják. Megkezdte az idei dohánytermés felvásárlását az ULT Magyarország. A cég összesen mintegy 900 mezőgazdasági termelővel áll szerződéses kapcsolatban a kelet-magyarországi térségben. A dohányfelvásárlása a tavalyi árakon indul. A Start mintaprogram keretében biofarmot épített Tiszadobon az önkormányzat. A mintagazdaságban előállított sertés és baromfi hús a település konyhájára kerül. A programra a Darányi Ignász terv keretében több mint 16 millió forintot nyert az önkormányzat. Az almapiaci gondok enyhítésére 3,1 milliárd forintot különített el a kormány. Ezt az összeget a gazdálkodók igénybe vehetik különböző célokra, például a termény betárolására, illetve a kilónkénti felvásárláshoz is támogatást biztosít a kormány. Ez is elhangzott azon a tanácskozáson, amelyet az elmúlt napokban a Megyeházán rendeztek, és ahol a vidékfejlesztés volt a fő téma. A hosszú távú vidékfejlesztési stratégiában kiemelten 60%-ban a gazdaságot fogják fejleszteni az uniós pénzek, mondták a sajtótájékoztatón. A mezőgazdaságban is olyan beruházásokra van szükség, amelyek a mostani almapiaci krízist is kezelni tudják majd, mondta a vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár. Ám addig is a jelenlegi alma értékesítési gondokat ismerve gyors segítségre volt szükség. Az időjárásnak köszönhetően rekord almatermés volt idén, 800 ezer tonna gyümölcsre számít. A gazdák a szüret végére, ez 150 ezer tonnával több, mint az átlag. Láthatók voltak a piaci gondok, amit az orosz embargó is tetézett. A vártnál nagyobb terméstöblet lenyomta a lialma és az étkezési alma árát Szabolcs megyében is, itt, ahol 60%-a terem a magyar termésmennyiségnek, és a gazdálkodók ebből élnek meg, óriási problémát jelent, hogy nincs ára a gyümölcsnek. Magyarország közvetlenül minimális mennyiségű almát exportál Oroszországba, ám a lengyel piacon, amely világviszonylatban is legelső exportőr, ott is sok a termés és vannak megmaradt készleteik is. Az Európai Unió által biztosított eszközök pillanatnyilag alkalmatlanok a magyar termelők problémáinak kezelésére. Az uniós támogatáspolitika összeomlott. Meghekkelték, ezt is mondhatnánk. A lengyel termelők olyan nagy számban jelentkeztek be az unió által nyújtott eszközre, ami miatt az unió ezt a rendszert leállította, és új alapokra helyezi a támogatáspolitikát. Tehát ez történt az elmúlt napokban. A magyar kormány nem késlekedett, időben jelent meg a rendelet. Egyszerűen a uniós politikák alkalmatlanok voltak a helyzet kezelésére, ezért újra tervezése történik meg az uniós politikáknak. Addig is a szaktárca bejelentette, 3,1 milliárd forintot ad az almatermelőknek. Megjelent a közlemény, reményénk szerint rövidesen az a rendelet is, amelynek a több mint 3,1 milliárd forintnak a konkrét felhasználási módjait tartalmazza. Azt már most is lehet tudni, hogy különböző eszközökkel az alma és sűrítmény kapacitás bizonyos eszköz részének a lekötésével, tehát kilónkénti támogatással is, illetve az alma fogyasztásának az ösztönzésével és más egyéb piaci eszközökkel segít a termelők segítségére a kormány ebben a piaci zavarban. A Földművelésügyi Minisztérium egy ilyen krízisben így reagálhat gyorsan, támogatva a gazdákat, a miniszterelnökség vidékfejlesztési stratégiájában pedig hosszabb távon fogalmaz meg, és támogat olyan fejlesztési irányokat, amelyek felkészítik a gazdákat és a piacot a hasonló kiszámíthatatlan helyzetekre. Többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy almasűrítmény feldolgozó üzem sokat segítene, hangoztatta a helyettes államtitkár.
A helyettes államtitkár a 2014-20-as vidékfejlesztési programot mutatta be, 1200 milliárd forint fordul ebben a ciklusban erre a célra. A kormány vidéken munkahelyeket szeretne teremteni a vidékfejlesztési programmal, amit szeptember elején benyújtott Brüsszelnek. A munkahelyteremtést azt a mezőgazdaságban elsősorban a munkaigényes ágazatokon keresztül lehet elősegíteni, támogatni. Ráadásul ezek azok az ágazatok, amik az előző időszakban talán kevesebb figyelmet kaptak. Nevesül a kertészetről, az állattenyésztésről beszélünk, az öntözésfejlesztésről, az élelmiszerfeldolgozásnak a fejlesztéséről, hiszen nem csak az az érdekünk, hogy megtermeljük a szükséges alapanyagokat, hanem ezek az alapanyagok minél magasabb feldolgozottsági fokon hagyják el az országot, minél több hozzáadott értéket tudjon adni a magyar vidék. A vidékfejlesztési programokkal összhangban vannak a megyei terület és településfejlesztési irányok is. Megkezdte az idei dohánytermés felvásárlását az ULT Magyarország ZRT. A cég egyébként közel 900 termelővel van kapcsolatban a kelet-magyarországi régióban. A felvásárlás a tavalyi árakon indult. A dohánytermés közel felét már betakarították a megye ültetvényeiről. Az idei termés az előzetes becslések alapján jónak mondható. Mennyiségében meghaladja a tavalyit, a minősége viszont átlagos. Szakemberek szerint, ha nem lesznek fagyok októberben, akkor rekordtermésre van kilátás. Az ULT Magyarország ZRT folyamatosan vásárolja fel a dohányt a termelőktől. A dohányok jelenlegi betakarítása, a bizsgálati típusból azt gondolom, hogy valahol 50-55% körül tartanak, bőrlőből talán egy picivel előrébb, olyan 60%-os betakarítási szintet értek el. Ez praktikusan azt jelenti, hogy még október közepe, október második feléig fagymentes időre van szükség a termelőknek, hogy a teljes termés betakarítható legyen. A dohányok minősége elfogadható. Én azt gondolom, hogy mennyiségben egy rekordtermésre számítunk. Még egyszer mondom, akkor abban az esetben, ha betakarításra kerül a teljes termés. A minőség, jó közepes minőséggel számolhatunk, azt gondolom, hogy mind a kettő örvendetes hír a termelőknek is, nyilván nekünk is, mint felvásárlóknak. Milyen árakra számíthatnak idén a gazdálkodók, illetve azok, akik szerződtek az ULT Magyarországgal? Többször elmondtam már, hogy a dohány értékesítési szerződés jelentősen különbözik az egyéb mezőgazdasági termékek szerződésétől, hisz a szerződés kötés pillanatában fixáljuk a mennyiségeket, tehát a felvásárlásra kerülő mennyiségeket, a minőség differenciált árakat és a fizetési feltételeket is. Elmondhatom, hogy hasonlóan az elmúlt évekhez minőségdifferenciált alapár, illetve mennyiséghez között mennyiségi felárat alkalmazunk. Hasonló nagyságrendben, mint az előző évben. Ez azt jelenti, hogy a dohányok felvásárlására nyilván függ a minőségtől és a mennyiségtől, megtermett mennyiségtől, és hát eltérően más elsőleges feldolgozóktól a ULT Magyarország ZRT a teljes termést megvásárolja, független attól, hogy esetleg attól kevesebb volt-e szerződve. Sőt, a felvásárlás során egy meghatározott mennyiség fölött mennyiségi felárat fizetünk, ami a termő által elért átlagának a háromszorosát jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy tisztességes bevételt tudnak a dohánytermelők ebben az évben is elérni. A reményeim szerint azért a termés mennyisége előző évhez képest lényegesen, így 15-20%-kal több. Jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy 6000 tonnás Virginia és egy ilyen 2800-3000 tonnás bőrli dohánynak a megtermeléséről, illetve felvásárlásával számolhatunk, és mivel utaltam arra, hogy egyrészt az ár az minőségdifferenciált plusz mennyiségi felár, ez már előrevetíti azt, hogy azoknak a gazdáknak, azoknak a termelőknek, akiknek a hozama 15-20%-kal esetleg több lesz, mint tavaly, azoknak az árbevétele is lineárisan vagy exponenciálisan fog növekedni, tehát ténylegesen többet fognak kapni ugyanazért a portékhelyen, mint tavaly.
Ha már a mennyiségről szó volt, akkor még azt mondjuk el vezérigazgató úr, hogy a megyében hány hektáron termelnek dohányt, és mondjuk az idei jó termés, amit említette, hogy jobb termést várnak, mint az előző évben mennyiségileg, ez milyen többletet hozhat? Hát azt gondolom, hogy a 4000 hektár körül van a megyében a dohánytermesztés, valamivel kevesebb, de közel 4000 hektár. Úgy gondolom, hogy ez valahol egy olyan 8000-8200 tonnás mennyiséget hozhat. Tehát ez az előzőben olyan 7200-7500 tonna volt. Az elmúlt héten indítottuk az ez évi termésű vízsanyag dohányoknak a felvásárlását. A dohánytermelők a szárítást követően válogatnak, manipulálnak, becsomagolják kartondobozba, és gyakorlatilag az általunk szervezett fuvarral központilag beszállítják a felvásárló helyre. Így jelenleg naponta, mint egy ilyen 1200-1300 dobozt vásárolunk fel, az ilyen 140-145 tonnás mennyiséget jelent naponta. Terveink szerint a vízzsany dohányoknak a felvásárlását valahol november első hetébe kívánjuk befejezni. A felvásárlást követően a Virginia dohány feldolgozását november elején kezdik meg, és várhatóan január közepéig végeznek a munkálatokkal. A Burley dohányfajta feldolgozása pedig december második felében indul, s január végéig tart. A teljes szezont, amely az értékesítéssel fejeződik be, várhatóan márciusban zárják majd. Most látszik, hogy a korábbi közvetlen támogatás, vagy közvetett támogatás, ami a dohányban volt, a mezőgazdasági reform, hogy közismert a növény, a KAP reform jelenlegi állása szerint nem alkalmazható tovább a dohánytermelőknél, sem Magyarországon, sem más Európai Uniós tagállamnál. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy a kormánynak eltökélt szándéka, hogy Magyarországon fenntartsa a dohánytermesztés, hisz ezekben a területeken, ahol dohánytermelnek, túl sok alternatíva jövedelmező mezőgazdasági tevékenységre nem igazán mutatkozik. Úgy gondoljuk és azt látjuk, hogy támogatásoknak egy része nemzeti forrásból fog biztosításra kerülni. Ez a forrás még mindig nem elég ahhoz, hogy fennmaradjon Magyarországon és jövedelmezően lehessen dohányt termelni. Azért azt gondoljuk, hogy úgynevezett vidékfejlesztési alapból, vagy a közismertetően a kettes pillérből is megpróbálunk forráshoz jutni. Nyilván nagyon fontos a környezet megóvása, és azt gondoljuk, hogy az eredeti környezeti állapotot fenntartó dohánytermesztési technológia megvalósítása esetén számoltunk azzal, hogy a kettes pillérből valamilyen forrást biztosítanak a dohánytermelők számára. Az ULT Magyarország ZRT közel 900 mezőgazdasági termelővel áll szerződéses kapcsolatban a kelet-magyarországi térségben. A dohányfelvásárlás a tavalyi árakon indult. A Virginia dohányfajtát a prémium felárral együtt kilogramonként átlagban 447 forintért veszi át a fermentáló, míg a Burleyt szintén a felárral 378 forintért. Burgonya bemutatót tartottak a közelmúltban a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson, ahol a rendezvény célja az volt, hogy a termelőket megismertessék a hazai legjobb fajtákkal, illetve a már bevált külföldi burgonya fajtákkal. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve több év szünet után idén kezdte újra a fajta bemutatók szervezését, azzal a céllal, hogy a gazdálkodókat megismertessék a legfontosabb növényfajok fajtáival. Az országban nemesítők, fajta tulajdonosok, vállalkozások sok bemutatót rendeznek, amelyekkel nem kíván rivalizálni a felélesztett kezdeményezés. Szeretnénk egy olyan alternatívát adni ezzel a fajta bemutató rendszerrel, ami objektív szempontból az összes minősített fajtát bemutatja a gazdálkodók részére, hogy tudjanak jól választani a termesztésükben. Azért fontos a választás, hiszen már a nemzeti fajtalista is nagyon sok fajta van, amiben a gazdálkodók tényleg nehezen tudnak választani. De hogyha az Európai Uniós listát megnézzük, akkor több száz, több ezer azoknak a fajták a száma, például Burgonyában is, amiből a gazdálkodók a szabad piac miatt bármikor választhatnak. Mi arra próbáljuk őket irányítani,
hogy a magyar nemesítésű fajtákból válasszanak, hiszen azok a magyar kutatások, a magyar rögön természetű növényekről van szó, ugyanakkor emellett a legjobb külföldi fajtákat is próbálják ki, de azokat a fajtákat javasoljuk a külföldi fajták közül, amelyek átestek a NÉBIK, a hatósági vizsgálatokon. Tehát gyakorlatilag Magyarországon megvizsgáltuk ezeket termőképesség, minőség vagy rezisztencia szempontjából. Nem véletlen, hogy a két hivatal első közös megyei bemutatójának a burgonya volt a főszereplője. A mi megyénkben termelték meg valamikor a Budapestnek a teljes ellátását a burgonya szempontjából, és ez úgy lecsökkent ez a termőterület a mi megyénkben, vagy a 2000-es években még 2000 hektáron termeltünk a megyében, most körülbelül 1500 hektáron, és 1200-1500 hektáron termeltünk csak vedőburgonyát, most pedig az egész országban termelünk 200 hektáron. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kísérleti és kutatási eredményei az Agrárkamarán keresztül jutnak el a gazdálkodókhoz, akik így az adott termőhelyhez leginkább illő, leggazdaságosabban termeszhető fajtákat tudják majd kiválasztani az ajánlati listáról. A Start mintaprogram keretében biofarmot épített a Tiszadobi önkormányzat. Az itt előállított sertés, illetve baromfi hús a település konyhájára kerül, ott dolgozzák fel. A Darány Ignác terv keretében egyébként erre a beruházásra közel 16 millió forintot nyert az önkormányzat. Egy önkormányzati telken hozták létre Tiszadobon azt a gazdaságot, ahol baromfi és sertés tartással foglalkoznak. Az itt megtermelt húst a település 550 adagos konyháján dolgozzák fel. A Start mintaprogram keretében megvalósult beruházástól éves szinten közel 14 millió forintos megtakarítást remél az önkormányzat. A település polgármestere arra is számít, hogy a mintagazdaság működésével egyre többen térnek vissza a helyiek a háztáji gazdálkodáshoz. Mi úgy gondoltuk itt Tiszadobon, hogy építünk egy mintafarmot, erre megpróbálunk minden pályázati lehetőséget létrehozni, és van a kormányzatnak egy 500-550 adagos konyhája, ahol az itt megtermelt húst, a húson belül sertéshús, baromfit, zöldséget, gyümölcsöt és a burgonyát és a többi termelvényeket a konyhára visszük önköltségi áron és bioba. Tehát ezért hoztuk létre ezt a farmot. A végén ennek a farmnak pénztermelő képessége van, és hát a Tiszadobon élők közül, aki másképpen nem jut munkához, ezen a úton is munkához jusson. Ez a dolog egyik része. A dolognak a másik része, hogy ez a település arról volt híres, 20-25 évvel ezelőtt, hogy erről a településről mai áron számolva közel 1 milliárd értékű állatot, növényt, tejet értékesítettek a lakosok háztáji gazdaságból. A mostani háztáji gazdaság gyakorlatilag múlt évig majdnem egyenlő volt a nullával. Azzal, hogy az önkormányzat elkezdett egy ilyen mintafarmot létrehozni, ez azzal járt, hogy vettünk egy kertetőt, azzal járt, hogy kertettünk csirkét, azzal járt, hogy hoztunk be törzsbaromfit, azzal járt, hogy hoztunk a lakosoknak csirkét, azzal járt, hogy hoztunk a lakosoknak be törzsbaromfit, és egyre többen kezdenek állattal foglalkozni. Tehát ennek a mintafarmnak nem csak az a dolga, hogy pénzt termeljen az önkormányzatnak, hanem az is feladata lesz, hogy újra kedvet szolgáltasson a Tiszadobon élőknek, akiknek anyagi forrásokat biztosíthat, ha elkezdenek újra háztáji termelést folytatni. 58 darab sertés van, és 1100 darab csirke, 498 darab tojás van bent a keltetőbe. Reggel 6 órától etessük őket, ganézás. Van, mikor pihenjünk, utána kezdjük megint előről, mint ha otthon lennénk. De sajátunk lenne, úgy csináljuk. Körülbelül a csirkék olyan 60-70 kiló takarmányt tesznek meg, de van, mikor többet, és attól függ, hogy mennyi van. Viszik vágóra is, és akkor már akkor kevesebb. A program az élelmiszertermelés mellett munkalehetőséget is biztosít a helyiek számára. A gazdaságban közfoglalkoztatottak dolgoznak, akik nem csak az állatok gondozását végzik, hanem a takarmányt is megtermelik az önkormányzat földjein. Nagyon fontos, hogy egy Tiszadobon, ahol jelentős agrárhagyományok vannak, újraélesztették azt az önkormányzat segítségével és egy pályázati lehetőséggel a vidékfejlesztésben, hogy baromfi tenyészetet hoztak létre,
sertéseket tartanak, és ezáltal az önfenntartó településhez járulnak hozzá, mert az itt felnőtt baromfit és sertést azt az iskola konyháján földolgozzák, óvodások, iskolások étkezhetnek belőle, sőt a helyi nyugdíjas klub is. Én azt gondolom, hogy ez munkahelyteremtést is jelent, hiszen ez a Start kistérségi munkaprogramból nőtt ki, és azt jelenti, hogy az önkormányzat jó gazda gondosságával fontosnak tartja a vidékfejlesztést, fontosnak tartja, hogy az itt élő embereket egészséges élelmiszerrel lássa el. Hogyan tudja támogatni esetleg a jövőben is a kormányzat az ilyen önfenntartó vagy öngondoskodó települések munkáját? Szerintem az egész magyar nemzet közösségnek fontos kérdés, hogy az önépítést meg tudjuk-e tenni, hiszen mi meghirdettük azt, hogy egy munkaalapú társadalmat akarunk. Éppen ezért a következő uniós ciklusban 2014 és 20 között gazdaságfejlesztésre fordítjuk a Magyarországra érkező összegek 60%-át. Itt az a kérdés, az a fő kérdés, hogy képesek-e majd a magyar családi gazdálkodók, vállalkozók lehívni ezeket a forrásokat, és én azt gondolom, hogy egyre több munkahelyteremtésre, telepfejlesztésbe kell beforgatni ezeket a pénzeket, mert Magyarországon el kell érni azt, hogy 4,5 millió, 5 millió ember dolgozzon, mert akkor saját sorsunkat saját kezünkbe vettük, és itt a Tiszavasvári járásban, Tiszadobon is. Milyen összegű támogatás sikerült pályázat útján elnyerniük, és vajon az önkormányzatnak hozzá kellett-e járulni valamilyen pénzösszeggel? Eredetileg úgy terveztük ezt a farmot, összeraktuk ezt a farmot, ami arról szól, hogy 60 darab sertésizlalás per év, egy 2000-2500 darab vágóbaromfi, biovágóbaromfi előállítás per év, egy 15-20 ezer darab fogyasztói tojás termelés per év, bioba. Gyakorlatilag, pillanatnyilag az van, hogy ezen az önkormányzati farmon ezt a termékeket előállítva 14,3 milliót várunk. A források 15,6, kerekítem a számot, 15,6 milliót kaptunk költségvetési forrást ennek a farm megépítésére, és menet közben pont azért, hogy az állattenyésztésünk tényleg bio termelésű legyen, egy pár külső karán megépítésére, pár olyan dolog megépítésére egy nagyon pici, egy 1,5 millió forint összegű saját forrást is beraktunk. Mitől bio ez a biofarm? A takarmány termeléstől, az állat gondozásáig, a vágóhídra kerüléséig, mert a vágóhíd az már nem a mi birtokunk. Mindent az asszonyaink, lányaink termelnek meg, hagyományos módszerekkel termeljük meg. A takarmányt itt a Mintafarm udvarán saját darálunkkal, saját kicsi keverő, mini keverőnkkel állítjuk elő. Tehát tudjuk azt, hogy mi van a takarmányban, és ezekben a takarmányban nem viszünk be gyógyszereket, nem viszünk be antibiotikumokat, nem viszünk be olyan anyagokat, ami ugye káros lenne az ember számára. A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték Nagyhalászban a lófogatolású szántóversenyt, amelyen természetesen stábunk is jelen volt. 8. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző rétközi lófogatolású szántóversenyt Nagyhalász Kecskéshegyen. Az esős idő ellenére 28-an indultak a megmérettetésen. 8. alkalommal szerveztük meg ezt a hagyományőrző rendezvényt. Ez rétközi lófogatolású szántóverseny. Ugye a régi hagyományokat igyekszünk ezzel fenntartani, és ezért is fontos nekünk ez a rendezvény, mert a fiatalabb generáció is tudhatja azt, hogy a nagyapáink milyen körülmények között végezték el a földművési feladatokat, mozzanatokat. Hány település tud megmozgatni ez a fesztivál vagy verseny, és hány csapatot? Hát egy 8-10 település az, ami szokott váltakozni ezeken a versenyeken. Mindenkiben már megvan ez a hagyomány, hogy aki műveli ezt, csinálja, az mindig fejleszt valamit, lovat cserél, egyre jobb feltételeket, meg ugye itt már a 8. alkalommal mindenki csiszolódik, mindenki tapasztal, és ezt beveti a megméretetésbe. 28 csapat indult, a nyírtelkiek, kemecseiek, sényőről itt van folyamatosan a versenyző. Nagyhalászból mindig jelen vannak azok, akik eddig most is itt szerepelnek ezen a rendezvényen. Úgyhogy aki egyszer ezen részt vett, az igyekszik, hogy a következő alkalommal is megméretesse magát. Akadt, aki egy lóval, volt, aki két lóval indult a 10x40 méteres parcella megművelésére. Ez az időjárás, ez ideális.
Ennyi első nem számít. A másik a talaj kifogástalan. Ez a terület egy könnyű barna homok, ez alkalmas a szántásra. Kifejezetten ilyen versenyre alkalmas. Évről évre helyiek és a környékbeli településekről érkezők versenyeznek, akik között vannak, akik már nem először vesznek részt a megmérettetésen. A tapasztaltabbak már jól tudják, az eső által puhított föld szerencsét hoz, ám összeszokott lovak és egy körülbelül 15 cm-re a földbe engedett jó állapotú eke nélkül nem lehet megnyerni a versenyt. Ez a nagyapám éve volt ez az eke, attól örököltem. Én körülbelül 20 éve használom ezt az ekeit, ő is használta, vagy 20-30 évig biztos. Kisebb-nagyobb felújításokkal, de működik az eke. A szántás után ügyességi rönkhúzásra invitálták a versenyzőket, az érdeklődőknek pedig több színpadi produkcióval kedveskedtek a szervezők, a nagyhalászi rendezvényen többek között Mészáros János Elek is fellépett. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!